Ehhez a szakmához természetesen nagyon sok empátia kell, akaraterő és kitartás. Mindemellett ez egy nagyon hálás szakma, ugyanis minden egyes pillanatban majd a terepen nagyon sok szeretetet fogunk kapni a klienseinktől. Az ország legjobb szakemberétől tanulhatunk, valamint az első évtől kezdve már találkozhatunk fogyatékossággal élő személyekkel, mint participatív oktatók. A Bárcira jellemző a gyakorlatorientáltság. Nálunk a hallgatók már a második fél évben választhatnak szakirányokat, az utolsó, nyolcadik fél évünk pedig már teljes egészében terepgyakorlat. Korai fejlesztésben, klinikai területen, óvodában, bölcsődében, iskolában, de akár a felnőttekkel is lehet foglalkozni. Közvetlenül találkoznak látássérült, hallássérült, mozgáskorlátozott, autizmussal élő, mindenféle fogyatékossági területről való emberekkel, intézetekben, különböző szintereken. Magyarországon egyedülálló módon 8 szakirány közül választhatnak nálunk a hallgatók. Autizmus spektrum pedagógiája, logopédia, szomatopedagógia, pszichopedagógia, értelmileg akadályozottak pedagógiája, látássérültek pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, tanulásban akadályozottak pedagógiája. Karunkon nem csak az alapképzés elvégzésére van lehetősége a hallgatóknak, hanem tovább tanulhatnak a mesterképzésen is, és a legkiválóbbak a doktori képzésben is folytathatják tanulmányaikat. Azért választottam ezt a képzést, mert sportolóként és edzőként fontosnak tartom, hogy a fogyatékossággal élő gyerekeket is hasonlóan az épp gyermekekhez tudjam megfelelően edzeni és fejleszteni. Ebben a Bárci és azon belül pedig a szomatopedagógia szakirány nagy segítségemre lesz a jövőben. Azért jelentkeztem a Bárcira, mert annak idején és még mindig rengeteg lehetőséget láttam ebben a szakmában. Úgy érzem, hogy nagyon nagy szükség van képzett szakemberekre, képzett gyógypedagógusokra, az empátiára, ismereteket kell bővíteni. Azt hiszem, főleg Magyarországon ez nagyon ránk fér. Szerettem volna valami nagyon hasznosat csinálni, emberekkel foglalkozni, valami olyat csinálni, amit kevesen csinálnak, és ezért is jelentkeztem autizmus spektrum pedagógia és pszichopedagógia szakirányokra. A Bárci egyedülálló ezeken a területeken, mert tényleg autizmus spektrum pedagógiai szakirány nincs sehol máshol az országban, tehát úgy érzem, hogy valami nagyon különlegeset tanulok. A Bárci számos lehetőséget biztosít arra, hogy szorosabban is bekapcsolódjunk a közösségi életbe, lehet például jelentkezni szeniornak. Igazából a feladatuk a gólyák megsegítése a gólyatábor alatt, illetve az azt követő időszakban, illetve lehetőségünk van arra is, hogy az intézetekben nyerjünk betekintést demonstrátorkodás által, ahol különböző féle formájú munkákat végezhetünk, és szerintem ez egy remek lehetőség arra, hogy igazán megismerkedjünk az egyetemi élettel és annak a szerkezetével. A Bárci vezetősége nem csak a hallgatók szellemi, hanem a testi fejlődésére, a testi épségére is komoly hangsúlyt fektet, és éppen ezért a Bárcin belül különböző sportokat is ki lehet próbálni, jelen pillanatban aerobik oktatás van az egyetemen belül. Amikor ezek között a falak között járok, úgy érzem, jó döntést hoztam.